Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét, nagykunsági krónika közéleti magazin műsorunkat látják, kérem tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőink, ismét filmet forgatnak a Református Gimnáziumban. Aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatóhelyettese Nagy Éva. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Nagy Éva, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatóhelyettese. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket. Azért hívtuk ma meg egy stúdió interjúra, mert információink vannak arról, hogy nagyon érdekes dologgal foglalkoznak a diákok a gimnáziumban, filmeket készítenek. Mikor indult ez a filmgyártás az iskolában, illetve hogyan jött az ötlet? Igen, így van. A gyerekek elég régóta csinálják már ezt a hobbit. 4 éve egy pályázatot láttunk meg, és javasoltam az akkori 9. osztályomnak, hogy mit szólnának hozzá, hogyha elindulnánk egy ilyen filmes pályázatban, egy filmkészítést, hogy hogyan kezdenének el, vagy lenne kedvük hozzá, ötletük van-e. És én lepődtem meg a legjobban, hogy volt ötlet is, volt forgatókönyv is egy idő után, és jöttek az ötletek, jöttek a gyerekek, a szereposztások, és belevágtunk. És Szabó Ildikó tanárnővel közösen koordináltuk a gyerekeket, és elkészült a kisfilm, és mivel sikere lett, a gyerekek nagyon megszerették ezt, és azóta is minden évben készítenek egy-két kisfilmet. Meglepő volt akkor, hogy a diákok jól fogadták, vagy örömmel fogadták? Igen, mert hogy ez egy természettudományos osztály. Tehát abszolút nem profilba vág nekik ez a téma, és ezért félve is mondtam nekik ezt az ötletet, hogy van-e kedvük hozzá, ez egy teljesen más dolog. Nem a szakterületük, ilyen még nem volt az iskolában, és hogy egyáltalán hogy reagálnak rá, erre voltam kíváncsi. És nagyon örültem neki, és nagyon meg is lepődtem, de örömmel fogadtam azt, hogy nem csak a szakterületük iránt érdeklődnek, hanem nyitottak a világ felé. És ami még nagyon tetszett, hogy teljesen önállóan tudtak dolgozni. Hogyan indult ez a filmgyártás? Gyakorlatilag ugye ennek kell, hogy legyen technikai feltétele. Ezek adottak voltak-e például? Igen, ugye van egy pályázati kiírás, annak meg kell felelnünk. Tehát először is a gyerekekkel át kellett beszélni ezt a pályázati kiírást, hogy akkor hogy tudunk ennek megfelelni. Illetve először a forgatókönyvet kértük, hogy állítsák össze, hogy el tudjunk egyáltalán indulni. Miután megvolt a forgatókönyv, akkor ugye jöttek a technikai feltételek, hogy lehet ezt megvalósítani. Természetesen az iskolában a rendszergazda segített, a kamerát ő biztosította az első évben, de a gyerekek vettek részt a forgatáson, tehát ők voltak a szereplők is egyrészt, másrészt a felvételeket is ők készítették, tehát már az első perctől kezdve 2 kamerával forgattunk. Az egyiket a rendszergazda tartotta és ő kezelte, a másikat pedig az egyik diákunk. És akkor leültek együtt a vágásnál is, a tanítványunk már kezdte tanulni a vágás technikáját is, zenéket ők kerestek alá, a film alá, és utána magát a vágást is már ők rakták össze. Tehát a technikai feltételeket az első perctől kezdve az iskola biztosította, de aztán később már a gyerekek ebben is önállósodtak.
Mi volt az első filmnek a témája? Hogyan zajlott a témaválasztás? Hogyan ötletelték ki ön például, mint ugye osztályfőnök irányította esetleg a gondolatmenetet, vagy a témaválasztást, vagy teljesen szabad kezet hagyott a gyerekeknek? A pályázati keretek között szabad kezet kaptak a gyerekek. A pályázat kiírása az Igaz barát volt. Az Ökumenikus Diákfilm Fesztiválra készült ez a kisfilm. Illetve volt egy szabadon választott kategória, de azt soha nem választják a gyerekek, valahogy az megfoghatatlanabb. Ha van egy konkrét téma, akkor arra jobban tudnak reagálni, én azt tapasztalom. Nagyon ötletes volt a kisfilm, hiszen tényleg a barátságról szólt, ami ugye őket érdekli, ők akkor még 9-esek voltak, akkor kerültek be a gimnáziumba, egy sportköri foglalkozást mutattak be, azon belüli barátság alakulását. Pont erre lettem volna kíváncsi, hogy mi volt a filmnek a története. Hogyan lehetne összefoglalni? Gyakorlatilag a honlapunkon megtalálható a minden kisfilm. Arról szólt, hogy egy sportcsapatban az egyik népszerűségnek örvendő legjobb játékos lesérül. És van egy másik játékos, akit nem tudnak befogadni, nem akarnak befogadni, mert egy kicsit ügyetlenebb, mint a többiek, és hátráltatja a csapatot. És amikor lesérül ez a nagyon jó játékos, akkor csak az a kis, kicsit hátrányosabb körülmények között lévő fiú veszi pártfogásba, és ő az, aki segíti vissza a csapatba ezt a játékost. Annak ellenére, hogy ő volt az, aki kiközösítette gyakorlatilag a csapatból. Tehát, hogy fordul meg a barátság és az ellenségeskedés, hogyan alakul át a gyerekek között, hogyan szorulnak egymásra a gyerekek. És nagyon örültem, hogy erre hegyezték ki a történetet. Tetszett az ötletük. Hogyan zajlott a munkamegosztás? Tehát rögtön tudták, hogy te fogod írni a forgatókönyvet, én leszek az egyik főszereplő, te leszel a másik. Hogyan zajlott ez az elosztás? Igen, volt egy kislány, aki bevállalta a forgatókönyv megírását, és gyakorlatilag ő koordinálta igazából az egészet. Mi a kolléganővel azért kellettünk, hogy tényleg azért mégis gördülékenyen menjen a dolog, és ne okozzon problémát az, hogyha mondjuk egy iskolai időben történik a forgatás, ne zavarjuk a tornatermi beosztást, hogy kölcsönkérjük a kamerát, tehát mi csak koordináltuk a dolgokat. És a gyerekek maguk közt osztották, hogy ki lesz az egyik főszereplő, ki lesz a másik főszereplő. Tehát nem volt erőltetve semmi, de mégis mindenki szerepelt valamilyen szinten a történetben. Ha más nem, akkor szurkolt a csapatnak, vagy volt egy buli jelenet, akkor abba vett részt. Tehát mellékszerepeket mindenki vállalt, és ugye voltak főszereplők, akik ezt nagyon ügyesen bevállalták. Nem volt vitasértődés esetleg? Nem. Ezt nagyon szépen le tudták ők egymás között koordinálni, hogy ki mit vállal be. Nem volt erőltetés sem, és nem volt rivalizálás sem. Milyen eredményt értek el ezzel a filmmel? Hol mutatkoztak be vele? Az Ökumenikus Diákfilm szemlén a döntőbe kerültünk, és ott külön díjasok lettünk, vagy lett a csapat, illetve a keresztény ifjúsági találkozón is második helyet értünk el. Úgyhogy ez első megjelenése nagy lendületet adott a gyerekeknek, és nagyon örültek neki. Hogyan látja, hogy egy ilyen filmnek a leforgatása, a megvalósítása változtat-e meg valamit a szereplőkben, gyakorlatilag a filmkészítőkben? Tehát egy picit máshogy látják-e egy ilyen film elkészítése után a maguk kis világát? Ugye ma tudni lehet, vagy tudva levő, hogy önök ugye ezt nagyon jól látják, hogy hogyan élnek a mai diákok, hogyan kommunikálnak egymással. Változtatott-e meg valamit az ön akkori osztályában ennek a filmnek a megléte? Én úgy gondolom, hogy nagyon összekovácsolta az osztályt, hiszen együtt kellett dolgozni, másképp ismerték meg egymást, más oldalról ismerték meg egymást. Nem biztos, hogy az, aki ugye a természettudományos tantárgyokból a legkiemelkedőbb, az ezen a területen is kiemelkedő volt. Tehát más oldalról ismerték meg egymást, mi is más oldalról ismertük meg a gyerekeket. A tehetségek így is ki tudtak bontakozódni, és nagyon örültünk neki, hogy egymással is más hangnemet találtak meg a gyerekek. Tehát figyeltek egymásra, ha valami nem úgy sikerült az első alkalommal, az első felvétellel, akkor nem neki támadtak egymásnak, hanem na próbáljuk meg még egyszer, én így gondoltam, hogy lehetne másképp. Tehát nem egy veszekedés
volt, lehet, hogy azért is, mert mi felnőttek is ott voltunk, hanem tényleg az együtt munkálkodás, az egymással való közös gondolkodás volt jelen ebben a forgatásban. Mennyi idő alatt készült el az első film? Több hét volt, mire összeraktuk az egészet, a forgatási jeleneteket, tehát ugye kértem a gyerekektől, hogy na, gondolják végig, hogy milyen kellék kell hozzá, milyen helyszín kell hozzá, és akkor ezeket úgy le kellett szervezni, hogy most ugye lesérült a tanuló a történetbe, hogy akkor az egészségügyi szaktanterem mikor üres, hogy a mérkőzések miatt a tornaterem mikor üres, mert hogy ott is volt forgatás, hogy a buli jelenetet hol tudjuk fölvenni, amikor ugye nincs tanítás, mert azért ez mégiscsak egy kicsit zajjal jár. Tehát ezeket mindet végig kellett gondolni, hogy lehet megvalósítani, meg ugye alkalmazkodni kellett az órarendjükhöz is, tehát ezek inkább délutáni forgatások voltak, úgyhogy legalább 2 hét volt, mire ezt a 8 perces kisfilmet összeraktuk. Volt esetleg olyan a tanulók között, akire mondjuk ez olyan hatással volt, ez az ismeretlen terület, hogy a kommunikáció felé kezdett el orientálódni? Igazából ugye természettudományos osztály. A második, harmadik, negyedik évben is ezek a gyerekek indították el a kisfilmeket, de bevontak más gyerekeket is. Tehát ez volt az egyik pozitívuma, hogy gyakorlatilag kialakult egy kis csapat, aki ezzel foglalkozik. És a második filmtől kezdve már verset írtak szövegnek alá a kisfilmnek, és az egyik diákom, Dániel Emese volt az, aki verseket ír, és ő szerezte ezeket a verseket hozzá. Ő talán ezen a területen is fog majd tovább tanulni, vagy ilyen területre is beadta a jelentkezési lapját. És egyelőre ugye természettudományos osztály nem feltétlenül e felé mennek el, de legalább ismerik ezt a részt is, szívesen csinálták, egy teljesen új dologba fogtak bele, és sose lehet tudni, hogy a későbbiek során mikor lesz rá szükségük, vagy mikor fogják ezt kamatoztatni. Azóta hány film készült el, mit lehet ezekről a filmekről tudnunk? Minden évben készítünk azóta filmet, mert nagyon szeretik. Ez az osztály majdnem minden évben benne van, ugye most 12-esek, most már talán annyira nem, de mindig a 9-esek vagy a 10-esek kezdenek hozzá. Ugye a második évben is csináltak a gyerekek filmet, akkor 2 film készült. A akkori 10. C az én osztályom, és az akkori 9. C is készített egy-egy kis filmet. A téma akkor az volt, hogy van egy álmunk. Nagyon ügyesen megfogták a gyerekek ezeket a kis filmeket is. Aztán a következő, a tavalyi évben is újabb filmet készítettek a gyerekek, és most már talán 3 csapat is gondolkodik az új témában. Ez is egy érdekes dolog. Most ugyanaz a versenykiírás van, tehát amivel az első filmmel jelentkeztek a megmérettetésre, most ugyanaz a szervezet szervezi ezt a versenyt? Igen, minden évben, csak más témát adnak meg. Úgyhogy most is... Meddig kell leadni az új filmeket? Április végéig kell elkészülnünk. És mikor lesz eredményhirdetés? Május végén szokott eredményhirdetés lenni. Kíváncsiak vagyunk az eredményre, és természetesen a kedves nézőknek elmondom, hogy be fogjuk mi is mutatni ezeket a rövid filmeket itt a Karcag Televízióban. Beszéljünk még egy picit az iskolában a kommunikációról. Azon kívül, hogy filmet készítenek, van iskola újság, iskola rádió, honlapon is lehet olvasni gyerekek írását, mit lehet tudnunk, mi hogyan működik önöknél? Igen, ez így van, mi szeretjük, hogyha a gyerekek írják meg, ők fogalmazzák meg a történéseket az iskolában. Tehát, hogyha történik egy verseny, egy rendezvény, gólyabál, bármi, akkor ha arról ők adnak tudósítást, mi annak örülünk. Hiszen a gyerekek más szemmel látják a dolgokat, mint ahogy mi. Egyrészt, másrészt meg én úgy gondolom, hogy a kommunikációt nekik is meg kell tanulni. Ezek a gyerekek ugye érettségi után nagyrészt főiskolára, egyetemre fognak menni, nekik majd azért ezt meg kell tanulni, hogy hogyan kommunikáljanak írásba, szóba. Tehát egy picit már erre is gyakorolnak. És én úgy gondolom, hogy ezért is jó, hogyha a suli rádióba, illetve a suli újságba is megjelentetik az írásaikat, illetve a munkáikat. Meg persze, ugye nem csak természettudományos osztályaink vannak, hanem humán osztályaink is vannak, és aki e felé szeretne elmenni, annak az egy jó gyakorlási lehetőség.
Hogyan működik az iskolaújság például? Milyen rendszerességgel jelennek meg? Ki irányítja a munkát? Hogyan zajlik? Kentési Renáta kolléganő újította föl ezt az iskolaújsággal kapcsolatos munkát. Korábban is működött, akkor papír alapon, most online működik. Van egy 10-12 fős úgymond stáb, akikkel összeül hetente és megbeszélik az adott heti történéseket, ki mit fog írni, milyen területen és esetleg riportot készít, vagy egy kis szösszenetet állít össze, de akár belefutnak olyanba is, vagy csinálnak olyat is, hogy versenypályázatot írnak ki, hogy vicces dolgokat a saját szája ízük szerint megfogalmazva írnak. Tehát nagyon változatos. És az iskola rádió milyen keretek között működik? Szentesi Zoltán tanár úr szokta ezt az iskola rádiót összefogni. Hetente egyszer-kétszer szünetekben a gyerekek maguk által összeállított műsort, zeneszámokat adnak le. Valamelyik évben hírblokkokat is, tehát hogy mi történt, milyen versenyeredmények voltak, azokat is ők szerkesztették meg. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sok sikert kívánunk májusra, és majd visszavárjuk egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Dr. Fazekas Sándor miniszter úrral beszélgetünk egy picit a konhagyományok ápolásáról. Azt gondolom, hogy ma megint láthattuk, hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki viszi tovább azokat a kiskun és nagy konhagyományokat, amelyeket önök itt a KUL Szövetség alapítójaként elkezdtek. Hát én ennek nagyon örülök, és látom azt, hogy fiatalodóban van a KUL Szövetség, sokan lovagolnak, íjászok is itt voltak, népi hagyományőrzők, van utánpótlás, és ez biztosítja azt, hogy a KUN identitás fönnmaradjon. És szerintem ennek a hétköznapokban is megvan a maga szépsége, hiszen éppen most túlkevén zajlik egy bőlénap, és ott kunsági kis perecet kínáltak a érkezőknek. Karcagon is sütnek ilyen perecet, de ez csak egy példa. Tehát az étkezés, a kultúra, a művelődés, az identitás, ezek összekapcsolódó dolgok, és ezért is volt hasznos ez a mai taggyűlés, ami egy keretet ad a munkának, hiszen a KUN Szövetségnek ez a feladata, hogy legyen egy olyan egyesületi háttér, legyen egy olyan gyűjtőpont, ami összehozza azokat, akik számára a KUN identitás igazán fontos. És hát azt gondolom, hogy az is egy elismerés lehet a KUN Szövetség felé részünkről is, hogy a kiskunok, nagykunok nagyon összetartanak, tehát itt voltak ma is a kiskunságból többen, és közös programokat is szerveznek. Hát ez külön jó dolog, hogy van egy ilyen szervezetünk, és a különböző programokon tudunk találkozni kiskunságban, de az ország távoli részein is, hiszen Kaposvárról és más településekről is vannak KUN tagok, tagtársaink. Én arra buzdítok mindenkit, hogy bármely részén is éljen a hazának vagy a nagyvilágnak, aki KUN-nak tartja magát, az lépjen kapcsolatba velünk, hiszen nagyon sokan KUN, besenyő és más keleti identitású töredékei a magyarságnak, egy nép, egy nemzet vagyunk, de sokféle keleti gyökérre lehetünk büszkék. Én bízom benne, hogy az idei programok is eredményesek, sikeresek lesznek, hiszen itt most Karcagon vagyunk, és a birkafőző verseny egy igazi KUN hagyományőrző program, nem is létezhetne ugye nélkülünk, de akár a Turkevei Juhász Fesztivált, vagy más olyan programokat, KUN Szent Miklósi napokat is említhetem, amelyek szinte találkozóvá nem esettek az elmúlt években a KUN identitású embereknek a találkozóivá. Reméljük még sokáig így lesz, és jó munkát kívánunk önnek, hiszen azért a KUN Szövetségben ugyanúgy aktívan részt vesz. Köszönöm szépen, hát most már tiszteletbeli elnöki minőségben, de igyekszem mindent megtenni azért, hogy a szervezet az eredményes legyen, az adományaival, a munkájával, az odafigyelésével, a tagok összefogásával lehet sikeres a KUN Szövetség. Köszönjük szépen! Köszönöm! Kovács Sándor, a KUN Szövetség elnökével beszélgetünk. Túl vagyunk a mai közgyűlésen, nagyon sokan eljöttek kiskunságból, nagykunságból is. Fontos, hogy a két KUN rész összetart. Igen, nagy örömre szolgált, hogy a Karcagi Városháza díszterme, nagyterme megtelt az ország minden részéről jövő KUN-okkal, a tagsággal, és egy nagyon jó hangulatú közgyűlést tudtunk tartani itt Karcagon.
Itt elhangzottak, hogy segítik önöket sokan, tehát mellé álltak a Kunsztszövetség elképzelésének, amely a hagyományápolást tűzte célul. Sok-sok adomány érkezett a tavalyi évben is, azt gondolom, hogy ez is jelzi, hogy fontosnak tartják mások is az önök által végzett munkát. Igen, örömömre szolgál, hogy nagyon sokan vagyunk, akik a kun identitást ápoljuk, őrizzük, és nem csak a nagykunság vagy a kiskunság területén, hanem azok az emberek is, akik innen származtak, vagy az ősei elszármaztak valamelyik kunsági régióból, azok is tartják ezt a hagyományt. Összetartó csapat vagyunk, összetartó társaság, és ennek meg is van az előnye az élet minden területén, hiszen ha bárhol találkozunk, bárhol vannak rendezvényeink, összetartunk, találkozunk, segítjük egymást, és én azt gondolom, hogy ennek ez egy legfontosabb üzenete, hogy nem csak az ősökkel, nem csak a hagyományainkkal foglalkozunk, hanem tudunk foglalkozni egymással, a mai mindennapok problémáival is. És hát a múlttal is mondhatjuk, hiszen a redemciós táblákat szeretnék felújítani, tehát ez is egy fontos része a szövetség hagyományápoló munkájának. Így van, nekünk több síkon kell folyni a munkánknak, nagyon sok feladatunk van. Foglalkozni kell az őseink, a hagyományaink ápolásával, ez a redemciós tábla, akár a hagyományőrző díjazottunknak a kitüntetésével, de foglalkoznunk kell a jelen idővel is, a mai problémákkal, a mai kun identitás megélésének problémáival, buktatóival, és én azt gondolom, hogy az idő síkján az ősöktől kezdve a jövőig a Kunsztszövetség minden ilyen jellegű problémával tud foglalkozni, és úgy gondolom, hogy adekvált válaszokat is adunk. És hát igyekeznek megjelenni a külvilág felé is egy egységes arculattal, hiszen már láthattuk, hogy van egy új jelkép is, viszont nagyon érdekes volt és hasznos volt a díjazottaknak átadott nyilvessző is, ami ismét utalt a Kunsztszövetségre. Így van, a támogatóinkat idén egy olyan ajándékkal lepte meg a Kunsztszövetség, olyan ajándékkal leptünk meg, amelyik egy nyílvessző. És ez a nyílvessző azért különleges, mert ezüstből van a hegye, a Kunsztszövetség a kunok címerével. És hát idéztem is, hogy a legenda alapján, hogy a gonosz szellemet semmilyen fegyverrel nem lehet legyőzni, csak akár egy ezüsthegyű golyóval, és ez az ezüst nyílhegy szimbolizálja azt, hogy a legárdázabb ellenfelet is le tudjuk győzni, és hát rajta van a nyílhegyen a kunoknak a címere, a kettős farkoroszlán, hogy tudja azt, hogy kitől kapta a nyílhegyet, és ezt adtuk át a támogatóinknak, segítőinknek, Fazekas Sándor miniszter úrnak is természetesen, és egy másik meglepetéssel is készültünk, elkészítettünk egy autós matricát, egy felséggel autós matricát, amely úgy néz ki, hogy az ovális matricában nemzeti szín alapon van a kettős farkú kunoroszlán a csillaggal, a holddal, és alatt a felirat, hogy kunság. Én bízom benne, hogy minél több tagunk, barátunk, szimpatizánsunk az autójára fel fogja ezt a felségjelet ragasztani, hogy lehessen látni, hogy akár előttünk egy tagtársunk, egy barátunk, egy szimpatizánsunk autózik, és hirdetni azt, hogy kunok vagyunk, és a kunságból származunk. Reméljük, hogy így lesz, és azt is, hogy nagyon sokan vesznek részt azon a rendezvény sorozaton, hiszen kiskunságban, nagykunságban is rendeznek, vagy támogatnak, vagy fővédnökséget vállalnak rendezvényeken 2016-ban is. Nagyon sok rendezvényünk volt tavaly, ez a Kunsztszövetségnek egy nagyon szép hagyománya, hogy nagyon sok rendezvényt, hagyományőrző és egyéb rendezvényt szervezünk és támogatunk, így lesz ebbe az évbe is. És én azt gondolom, hogy a programokban mindenki meg fogja találni az örömét, kicsik, nagyok, felnőttek, idősek, és nagyon jó programsorozatunk lesz. Reméljük, ez izmélyás is kegyes lesz, és találkozunk ezen a sok rendezvényen. Köszönöm szépen, és mindenkinek azt kívánom, hogy találkozzunk, jól érezzük magunkat, és őrizzük ezeket a hagyományokat, hogy az utókornak át tudjuk adni. Köszönjük szépen! Köszönöm! Smuta Gergőnek szeretnék először is gratulálni a Sudár István emlékdíjhoz. Köszönöm szépen, én szeretném megköszönni ezúton is, hogy méltónak találtak arra, hogy nekem ítéljék ezt a díjat, nagyon sokat jelent nekem. Annál is inkább, mert én úgy gondolom, hogy Magyarországnak példaképekre van szüksége elsősorban, és Sudár István egy ilyen példakép, aki a kitartó munkájával, illetve az elhivatottságával állít példaképet elénk. És én úgy gondolom, hogy én a lovasi jászat területén nyújtott
munkásságom, ami igazából én úgy gondolom még nem is olyan mély, vagy nem is olyan régi, hogy erről úgy tudjak beszélni, ahogy ezt most ennek a díjnak a tulajdonosaként kellene. Viszont én ezt a lovasi jászatot egy nemzeti jelképnek tartom, és én úgy gondolom, hogy mint a nemzeti jelkép megjelenítése, megjelenítőjeként nagyon komoly felelősségem van, amikor bemutatom ezt a tevékenységet. És a lovasi jászat igazából nem ott kezdődik, hogy fölnyergelem a lovat, és megtartok egy bemutatót a közönségnek. A lovasi jászat a kitartó, komoly munkáról szól, a lónak a tartásáról, gondozásáról, gyakorlásáról, és a lovasi jászat pedig már csak az eszköze annak, hogy bemutathassam, illetve a bemutatásra kerülhessen az a kitartó és komoly munka, amelyet az őseinket is jellemezte, úgy, mint a magyar őseket, illetve mint a kun őseket egyaránt, és ennek az érzésnek a továbbítójaként vagy továbbadójaként látom én a párhuzamot Sudár István és az én munkásságom között, habár én úgy gondolom, hogy még nagyon sok minden áll előttem, hogy még bizonyíthassak, és nagyon komoly felelősség most már ennek a díjnak is a tulajdonosaként tevékenykednem tovább. Mi nagyon régóta ismerjük egymást, hiszen én emlékszem még az első versenyeidre Horváth Tanyán a kunviadalon. Több alkalommal voltál kunvitézis, tehát aki a Szabjával, Kelevízzel is nagyon jól bánt. Igazándiból most nem sértésnek, hanem elismerésnek szánom, akkori kisgyermekből gondolom, hogy a te kitartásod azért megvolt, de sokan nem gondolták, hogy te még 15 év múlva is nagyon komolyan ezeket a hagyományokat ápolni fogod. Van körülötted azért egy kisebb csapat is, beszéljünk erről is. Így van. Hát 2002-ben voltam az első versenyen Kisújszálláson, és annyira magával ragadott a dolog, hogy én ezt nem tudom megunni, és azóta is minden egyes alkalommal úgy szállok föl a nyerekbe, hogy ilyen gyermeki rajongással várom az első vágtámat, és szeretem látni, ahogy a célba jutottam a nyílveszőt. De ez már ennek a munkának csak az egyik vége. Fontosnak tartom azt, hogy a fiatal, illetve a minket követő generációnak is olyan példát tudjak állítani, amely követendő példa, és habár az én edzéseimre felnőttek is, de gyerekek is járnak, és én ezen a munkán keresztül szeretném nekik átadni, hogy milyen érzés is ezt a tevékenységet művelni. És úgy gondolom, hogy ha azok a gyerekek, akik fiatal korban ezzel találkoznak, és ki tud alakulni bennük egy olyan nemzeti öntudat, ami előrébb viszi az életben, akkor már nagyon sokat tettem, és én nem azt szeretném reklámozni, hogy mindenkinek lovasi jásznak kell lennie, mert ez az élet szent grálja, mert ez nem így van. Mindenkinek lovasi jásznak kell lennie a saját szakterületén, és a megfelelő maximális erőbedobással kell nyújtani a tevékenységét. Téged ismerve azért még erről órákig tudnánk beszélni. Én még egyszer gratulálok neked ehhez a díjhoz, és sok-sok követőt kívánok Kunszentmártonban. Köszönöm szépen. Köszöntöm Önöket, Molnár Pállal, a Városgondnokság vezetőjével beszélgetünk, akik mostanában jártak a Kisfürdőben, azok láthatták, hogy munkálatok zajlanak vele szemben az Erzsébet ligetben lévő tónál. Úgy tudom, hogy Önök végeztek ott munkálatokat. Ez így igaz, minden évben a tó környékén és a tóban lévő nádat akkor tudjuk letakarítani, hogyha van olyan vastag jégtakaró, amely megbírja a kollégáinkat. Az elmúlt időszakban néhány héttel ezelőtt volt ilyen fagyos időszak. A nád letakarítása mellett természetesen vigyáztunk arra is, hogy a korcsolyázni szeretők és a korcsolyázni ide kijáróknak meghagyjuk azt a felületet, ahol nyugodtan korcsolyázhat.
takarítsanak, nem szennyeztük be náddal. A part széléről takarítottuk, természetesen néha rá is kellett menni a jégre, de ez nem zavarta az ide látogató korcsolyázókat. Jó magam is kijárok egyébként korcsolyázni, szeretem a korcsolyát, mint sportot vagy mozgásnemet, de volt jó néhány karcagi még, aki élt a tél adta lehetőséggel, és szintén kimentek. Bár én azt tapasztaltam, hogy az elmúlt évekhez képest, mint a csökkent volna a kedv. Hát lehet, hogy nem a kedvelemben esetleg idő vagy más hobbit találtak, de akkor a környéket is rendezni fogják, hiszen jön a tavasz, jön a jó idő, gondolom, hogy folyamatosan karban tartják majd ott a környéket minden évben. Azt természetesen karban tartjuk, ugyanis a vízfelület az mindig jó, főleg a nyári időszakban, de hogy előbb beszéltünk róla, a téli időszakban is áldásos tud lenni, mert a városhoz közel van, ki tudnak menni korcsolyázni, mellette egy kis domb van, főleg, hogyha egy kis hó is van. Ott egyébként láttam, nagyon sokan kimentek, amikor az a néhány centiméter hó is leesett, kimentek, próbálgatták a szánkózás és a télörömeit. A nyári időszakban ugye meg a pároktatása, vízfelület, hűtő hatása mindenféleképpen pozitív hatás van, pozitív hatással bír a környezetre. De vigyázzunk is erre a tóra, hogyha nagyon lemegy a vízszint, akkor a csapadékvizet ebbe az irányba kezdjük el terelni, meg van rá a lehetőség, és hogyha egy csapadékosabb időszak következik, akkor a csapadékvizet itt föl tudjuk fogni. Akkor reméljük, hogy hamarosan indul a zöld élet ott is, hiszen azért közeledünk a tavaszhoz, és akkor egyre többen kimennek a tó környékére is, hiszen azért ott van egy magas les, ahol föl lehet menni, meg lehet azt hiszem, hogy az íjászok is ott szoktak ilyenkor már jó időben gyakorolni, tehát azért benépesül ilyenkor is az a liget. Igen, úgy érzem, hogy kell, ahogy említettem, közel van a városhoz, és a levegő és a klíma viszont nagyon jó ilyenkor is, nyáron is, és a más évszakokban is. Akkor most várjuk együtt a tavasz, hiszen ott a hóra most így, ahogy nézzük ezt a gyönyörű időjárás, nem sok esély van. Arra nincs sok esély, de én bevallom őszintén, ezzel lehet sokan nem fognak érteni, még bízom benne abban, hogy lesz egy kis fagyos időszak, és a korcsolyákat még nem kell a szögre akasztani ebben a szezonban, és tudunk majd korcsolyázni, már ennek pici az esélye, de ha a fagyos időszakot említjük, a mezőgazdaságnak is még feltétlenül kellene. Ugyan volt már egy fagyos időszak, de a kártevők elpusztításában óriási jelentősége lenne még egy néhány napos fagynak. Akkor ebben maradjunk, hogy meglátjuk, hogy az időjárás mit szól, és hát ha lehet korcsolyázni, akkor menjen ki még korcsolyázni, és várjuk együtt a tavaszt. Így van. Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a Szent Kármelista Általános Iskolában. Nagy József igazgatóval beszélgetünk, hiszen hamarosan kezdődik a farsangi felvonulás. Minden évben sokan várják ezt a városban. Gondolom most is nagyon készülnek gyerekek, pedagógusok egyaránt. Igen, a farsangi felvonulást megelőzi már egy úgynevezett iskolai farsang. Pénteken a felső tagozatosok farsangoltak, mulatoztak és nagyon jól szórakoztak. Tegnap az első másodikosok, ma délután majd a harmadik, negyedikesek, de ilyenkor délelőtt, hamvazó szerda előtt, ugye megragadjuk az utolsó lehetőséget még a mulatozásra, és hát próbáljuk a telet elűzni, bár nagyon szépen süt a nap, nem nagyon van mit elűzni, de reméljük, hogy ezután nem is jön vissza a tél, és majd jó, jön a tavasz. A gyerekek mindig ötletes jelmezeket készítenek, nagyon olcsó dolgokból, de nagyon praktikus dolgokból. Gondolom, ez most is így lesz. Igen, nagyon sok osztály változtatott most a jelmezén. Szerencsénkre Péter testvér ki tudott utazni Barcelonába, ahol lehetősége volt többszínű nejlonzsákot venni, amit itt Magyarországon mi nem tudtunk beszerezni, így aztán most várhatóan nagyon színes lesz a kavalkád. És utána mindig egy ilyen látványosság, amikor ide visszajönnek az iskolába, és egy ilyen csoportképként felállnak oda a lépcsőkre. Igen, ugye a beöltözésen túl mindig vannak nagy maszkok, most is ebben az évben is két új maszk készült, tehát majd legyen meglepetés, hogy mi az a két új maszk, amit ugye a nagyobb nyolcadikos gyerekek vesznek magukra, és ők hozzák. Igen, ez így mindig szoktuk mi is nézni, hogy bírják el, tehát tavaly be is mutatták, hogy kell ezt egy kicsit ilyen speciális tartószerkezettel viszik, tehát nem annyira nehéz, ez így viszonylag könnyen tudnak benne menni. Igen, a nagyfiúk, a nyolcadikosok cserélik, mert azért csak elég megterhelő az, bizonyos megtett út után ugye átteszik.
Érdekessége, hogy nem csak a Karcag TV kedves nézői nézhetik a farsangi felvonulásunkat, hanem 2 évvel ezelőtt a Spanyol TV is meglátogatott bennünket, bemutatta az iskolánkat, és pont azon a napon jött szerencsére, amikor a farsangi felvonulás volt, és ott is láthatóak voltunk. Készülnek-e valami meglepetése, még azok gyújtjabábok meglepetések lesznek, de valami új mondókával, új farsangűző kis mondóka lesz-e? Hát azok a dalok, azok a versek kerülnek elő, amik évről évre el szoktak hangozni ilyenkor. És a gyerekek is gondolom, hogy nagyon várják, hiszen mondta, hogy készülnek. Minden osztály más-más nyelven szokott készíteni. Utána előtte, tehát ezt hogy beszélik nekik? Közösen, vagy minden osztály, hogy ne egyforma legyen, tehát erre azért figyelnek? Hát azért a nevelők összehangolják ezt a munkát. Persze elfogadjuk a gyerekek ötleteit, mindig vannak divatosabb és még divatosabb figurák, rajzfilmfigurák, mikor mi ismertebb a gyerekek körében, de persze vigyázunk arra, hogy 2 osztály ne öltözzön egyforma jelmezbe. Most ma meg lesz a farsangűző, reméljük, hogy meg is érkezik a tavasz. Mi lesz a következő nagy rendezvényük, hiszen azért húsvét is most picit hamarabb lesz. Készülnek-e már esetleg arra? Igen, hát holnap délelőtt már ugye vége van a farsangi időszaknak, és hamvaszkodás lesz az iskolában, hamvazó szerda lesz hiszen, és a húsvét előtti nagy héten adjuk elő, most már úgy mondjuk, hogy hagyományosan a pasiójátékot. Kinőttük az iskola kis közösségi termét, úgyhogy ebben az évben a Dérinében fogjuk bemutatni. Hétfőn 2 előadásunk is lesz, 14:30 délután a Györfi iskola fogja ezt megnézni, délután 16:30 szívesen és nagyon nagy szeretettel várjuk a város lakosságát, felnőtt lakosságát is, hogy megnézze. Kedden a mi iskolánknak, illetve a Tiszafüredről is jelentkeztek már be az előadást megnézni, és valószínűleg vendégszerepelni is fogunk menni majd Miskolcra, mert már van meghívásunk. Akkor igen, tartalmas lesz a tavaszi szünet előtti következő néhány év még az iskolában. Akkor mi hasonló jó időt kívánunk még önöknek, és tartalmas következő hónapokat még az év hátralévő részében. Köszönjük szépen! Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a Györfi István Katolikus Általános Iskolában, hiszen hamarosan kezdődik a rajzverseny eredmény hirdetése. Borsos Néhenceg Judittal beszélgetünk erről, itt mögöttünk a sok szép alkotás, mivel megcsodáltuk. Hanyadik alkalommal rendezték meg ezt a versenyt? A Hozzunk létre Györfi Galériát rajzpályázatunkat az idén második alkalommal hirdette meg az intézményünk. A témája ebben az évben a katolikus egyházi fenntartásba került intézmény jóvoltából egyházi épületek címmel került meghirdetésre. És itt a gyerekeknek akkor itt láttuk, hogy különböző technikával készülhettek, tehát sok-sok mindent kitalálhattak. Milyen jellegűek ezek a munkák? A pályázati kiírás szerint a szabadon választott technika, nem határoztuk meg a technikát az elkészült rajzokkal kapcsolatban. Itt a kiállított művekben láthatunk grafikát, gyerekek használtak színes ceruzát, zsírkrétát, pasztelkrétát, illetve vízfestékkel is készültek rajzok és alkotások. Kik értékelték ezeket a munkákat? Az elkészült rajzainkat a felkészítő kollégáinkon kívül bevontuk a zsűribe a szülői munkaközösség tagjait és rajzszakos kollégákat. Itt most hamarosan kezdődik az eredményhirdetés, és látjuk, hogy mindenki kap ajándékot. Legalábbis számomra azt tűnik az asztalra kirakott sok-sok mindenből, hogy üres kézzel most senki nem megy innen haza. Üres kézzel nem szeretnénk haza engedni senkit erről a kiállítás megnyitóról. A nyelvi laborral a nyelvtanulásért alapítvány, illetve a szülői munkaközösség jóvoltából valamennyi kisgyermek emléklapot, illetve egy nyakba akasztható emblémát kap, és természetesen a zsűri nehéz döntése alapján, de első, második, harmadik helyezett díjazásokat is fogunk kiosztani a gyerekekhez. Gyerekek még nincsenek itt, esetleg el tudjuk-e már árulni a helyezettek neveit?
Igen, arra figyeltünk mindenféleképp, hogy az elkészült rajzok közül kerüljenek ki alsótagozatos és felsőtagozatos pályamunkák egyaránt. A felsőtagozatos tanulóink zöme grafikákat készített. Szeretném itt elmondani, hogy a meghívónkon, ami talán már nem titok, a meghívónkon is két gyermek rajz szerepel. Az egyik díjazottunk Szűcs Anna, negyedik osztályos tanulónk rajza, a másik díjazottunk pedig, aki külön díjat nyert, Németh László, hatodik osztályos tanuló grafikája. Rajtuk kívül kik kapnak még díjat? Rajtuk kívül minden osztályból kijelöltünk és külön díjat osztottunk, tehát nincs olyan osztályközösség, ahol a gyerekek közül ne lennének külön díjasaink. Itt az aulában most meddig láthatóak ezek az alkotások? Ezek az alkotások a Győrfi Napok rendezvény sorozatai végig megtekinthetők, és az elkészült pályamunkákat utána pedig a Győrfi Galériában szeretnénk eltenni, hisz nem véletlenül ez a címe a pályázatunknak, hogy hozzunk létre Győrfi Galériát. Az előző évek alkotásai mellé gyűjteményt szeretnénk összeállítani, hogy a későbbi évek folyamán ezeket bátran fellapozhassuk. Köszönjük szépen! Köszönöm én is a lehetőséget! Az elmúlt napok folyamán lehullott csapadék következményeként jelentősen nőtt a vízborítás a Közép-Tisza vidékén, az elöntött terület nagysága meghaladta 20 ezer hektárt. A köti vízig mind a 10 belvédelmi szakasz a készültségben van, 7 másodfokú, 3 pedig elsőfokú készülnét mellett védekezik. Folyóink tovább áradnak, az Agyván másodfokúra emelkedett a készültség. Hétfőn jelentős mennyiségű csapadék áztatta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság működési területét. A legtöbb esőt Kunszentmárton és Kisújszállás térségében mérték 22,6 és 22,1 mm-t, a legkevesebbet 12,5 mm-t pedig Szolnokon. Ebben a hónapban eddig területi átlagban 54,5 mm hullott az igazgatóság területére, ami már most megközelíti a sok éves február átlag dupláját. A kedreggeli adatok szerint 20.240 hektárt borít víz a köti vízig működési területén, ebből művelési ágak szerint 7.550 hektár vetés, 4.790 hektár szántó. A teljes elöntésből 14.500 hektárt Jász-Nagykun-Szolnok, 4.940 hektárt Heves, 850 hektárt Pest, 250 hektárt Csongrád, 150 hektárt pedig Bács-Kiskun megyében regisztráltak. Jelenleg pontszerű elsőfokú készültség mellett folyik a belvízmentesítés a Kunhegyesi és a Cibakházi szakaszokon, pontszerű másodfokú a készenlét a Jász-Kíséri, a Jászberény, a Mezőtúri és a Ceglédi szakaszokon. Területi másodfokú készültség van érvényben a karcagi, a kisújszállási, valamint a kiskörei szakaszokon, és kedden 10 órától területi első fok lépett életbe a tiszakécskei szakaszon. Az elmúlt 48 órában 50 stabil szivattyú telep és 6 mobil szivattyú állás együttesen 3,3 millió köbméter vizet emelt át a befogadókba, ami az előző napi mennyiség több mint kétszerese. A belvízi védekezésben tegnap az igazgatóság 89 dolgozója vett részt, köztük 66 gépész. Legfontosabb feladatuk a folyamatos szivattyúzáson túl a csatornák, műtárgyak állapotának ellenőrzése. A munkát a Társ vízügyi igazgatóságtól a győri székhelyű Éduvíziktől érkező 12 gépész és egy műszaki irányító segítette. Az önkormányzatok közül elsőfokú belvízvédelmi készültséget tart fenn Jász-Alsó-Szentgyörgy, Jásztelek és Fegyvernek, másodfokban Sarud védekezik.
Meghalt a mentőápoló abban a balesetben, amely kedden reggel történt Kunhegyesen, közölte az országos mentőszolgálat. A jármű Kunhegyes és Kunmadaras között sodródott az árokba, ezután az oldalára borul vált meg az úttesten. 6 óra után még 2 súlyos sérültről lehetett tudni, az ápolóról és a mentősofőrről, illetve arról, hogy mentőhelikopter is elindult a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a jármű kisodródott és árokba borult, miközben egy szülőnőhöz siettek. A mentőápoló életéért hosszú időn át küzdöttek, de nem sikerült megmenteni az életét, társát a debreceni klinikán kezelik. Elhunyt bajtársunkat saját halottunknak tekintjük és mélyen osztozunk a család fájdalmában, írják közleményükben. Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt Kunmadaras és Kunhegyes között a 34-es számú főúton kedden reggel 6 óra 10 perc körüli időben, ahol eddigi adatok szerint tisztázatlanokból egy mentőgépkocsi többször megpörült és felborult az úttesten. A helyszínen egy fő elhalálozott, a mentőgépkocsi vezetőjét pedig kórházba szállították. A rendőrök teljes útlezárás mellett kezdték meg a baleset helyszínelését, és a főút forgalmát mindkét irányból Tomaly-Monostora irányába terelték, hogy biztosítsák az állandó és folyamatos forgalmat. A rendőrség a baleset bekövetkezésének körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja. Felelőtlenség elmenni szó nélkül és csupán rendőrségi ügyként kezelni a török-szentmiklósi drogbotrányt, mondta napirend előtti felszólalásában Berecz Zsolt Miklós, a megyei közgyűlés alelnöke. A leszakadt társadalmi rétegek helyzetével is összefüggésbe hozható eset kapcsán a Fidesz frakció tagjai felvetették a város vezetésének esetleges felelősségét a bűnmegelőzés, a szociális ellátás kapcsán. Válaszában a Jobbik frakció vezetője emlékeztetett arra, hogy más településeken is történtek droggal kapcsolatos bűncselekmények, halálesetek, felelősként mégsem a helyi vezetést, annak intézkedéseit kritizálták. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadta, ezáltal kezdeményezte a Nyugat-Dunántúlihoz hasonló egységes fejlesztési övezet létrehozására vonatkozó együttműködés kereteinek megalkotását. Az úgynevezett M3-M5 tengely az elképzelés szerint a Kecskemét Szolnok 60 Eger alkotta földrajzi gazdasági egységet alakítaná a befektetők számára vonzó területté. A gazdasági érdek mellett egy másik rendező elv mentén fűzheti szorosabbra az érintett települések igényeit a területi önkormányzatok nemzetközi összefogásáról a Tisza vízgyűjtőjén névvel illetett együttműködési megállapodás tetőaláhozása, ami a megyei önkormányzat kezdeményezése nyomán országosan is egyedülálló elgondolásnak számít. Az előterjesztést a közgyűlés tagjai ugyancsak ellenszavazat nélkül fogadták el a délelőtti ülésen. A képviselők ugyanakkor abban is egyetértettek, hogy megyénk kilép az Európai Régiók Gyűléséből. Az indoklás szerint a szervezet már nem rendelkezik érdekérvényesítő erővel, valódi funkcióját nem sokkal uniós csatlakozásunk után elvesztette, így tagságunk is okafogyottá vált. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk következik, mai vendégünk Csokai Csaba, aki teljesítette az Ironman-t. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Csokai Csaba, testnevelő tanár Karcagról. Szeretettel köszöntelek stúdiónkban, örülök, hogy elfogadtad meghívásunkat. Szia, sziasztok! Kedves nézőink, Csabával tegeződünk, hiszen már régóta ismerjük egymást, azért hívtunk ma meg egy stúdióinterjúra, mert hát egy ismerősöttől szereztünk tudomást arról, hogy micsoda megmérettetést hajtottál végre a tavalyi év során. Tavaly nyáron voltál egy olyan versenyen, ami hát szerintem nem tudom, hogy Karcagról volt-e már valaki hasonló megmérettetésen, egy Ironman versenyen vettél részt. Mikor volt ez pontosan? 2015. július 25-én. És igen, úgy tudok róla, hogy Karcagon még ezt a versenyt senki nem teljesítette. Ha jól tudom, rövid távú triatlonistáink voltak, de a teljes Ironman-t, a hosszú távot én nem tudok róla, hogy
teljesítette volna itt valaki Karcagon. Akkor tisztázzuk, mi is az, hogy Ironman verseny, mit kell erről tudnunk? Ez egy triatlon verseny, úszásból, kerékpározásból, illetve futásból áll. A teljes Ironman, amin én részt vettem, az 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból és egy maratoni táv futásból, 42,2 km futásból áll. Hogyan tevődnek össze a versenyszámok, melyekkel kell kezdeni, melyekkel kell végezni? Így, ahogy felsoroltam, úszással kezdődik, utána kerékpárra váltunk, utána pedig jön a futás. Hoztál nekünk egy ilyen diplomát gyakorlatilag, ezt megmutatom a kedves nézőknek. Ezen van egy olyan adat, amin úgy egy kicsit az ember szeme megakad, 14 óra 45 perc alatt teljesítetted ezt a távot, ez hihetetlen teljesítmény, 14 óra. Hogyha belegondolunk, akkor gyakorlatilag a berekig kibiciklizni az is egy nagy teljesítmény. Szerintem az emberek 80%-ának itt 180 kilométert kell kerékpározni. Mesélj nekünk arról, hogy hogyan készültél erre a versenyre? Hogyan lehet erre fölkészülni? Mikor döntötted el például azt, hogy elindulsz ezen a versenyen? Ez végül is talán 2012-ben kezdődött, amikor Kecskeméten sétáltam családommal, és egy telefonhívást kaptam. Volt csoporttársam a főiskoláról, nagy büszkeséggel hívott fel, hogy teljesítette ezt a Ironman versenyt. Hirtelen megkérdeztem tőle, hogy mi ez, miből áll, hogy áll, és amikor felsorolta ezeket a távokat, kilométereket, akkor igencsak büszkeség töltött el engem is, és akkor úgy voltam vele, hogy mennyit készülhetett és meg tudta csinálni, pedig úgy a főiskolán visszagondolva nem mondható az, hogy annyira jól úszott volna, kerékpározott. Futni talán úgy futott, mert labdarúgó volt, de nem gondoltam volna, hogy ő ezt valaha megcsinálja. Már itt egy picit mocorgott bennem a dolog, hogy de nagyon büszkén hívott engem, és utána 2014. szeptemberében egy karcagi sporttársam mondta, hogy ő gondolkozik rajta és szeretné megcsinálni ezt a versenyt, és akkor úgy voltam vele, hogy idézőjelben, nehogy már ő legyen az első, aki Karcagon ezt megcsinálja, mert ő is mondta, hogy Karcagon még ezt senki nem teljesítette, úgy voltam vele, hogy elkísérem. Aztán idők során kiderült, hogy ő neki ez egy fellángolás volt, tehát Isten igazából talán nem is vette annyira komolyan, én viszont akkor így a beszélgetés alkalmával eldöntöttem, hogy megyek vele, ő lemorzsolódott, én maradtam és megcsináltam magam. Tehát azt akkor el lehet mondani, vagy ki lehet jelenteni, hogy akkor a 2014. szeptemberétől te tudatosan készültél erre a versenyre? Így van, így van. Az mit jelent? Hát rendszeresen jártam futni. Elsősorban én a futást gondoltam problémásnak, végül is előtte 10 kilométernél többet sosem futottam, és azért a 42 kilométer messze van ettől. Kerékpároztam nem rendszeresen, de életem során már 4-szer letekertem a Balatonra, ami például egy nap 200 kilométert jelentett, mert két nap alatt tekertünk le bátyámmal. Tehát ezt a 180 kilométert úgy éreztem, hogy mégis mit jelent. Úszni rendszeresen Tiszatóra, ha tudok a Tiszató átúszásra elmegyek, illetve a Balaton átúszáson is voltam már egyszer, ami több mint 3,8 km, tehát ennek is a távjával tisztában voltam. Itt elsősorban a futással lehettek gondjaim, gondoltam. Tehát végül is szeptembertől, így ahogy mondod, rendszeresen heti egy, de maximum két alkalommal bejártam futni, ahogy a időm, illetve a családom engedte. És mennyi időket futottál, mert azért a 42 kilométert látom, hogy 5 óra 37 perc alatt teljesítetted, tehát gondolom nem annyival készültél, hogy kimentél az erdei futópályára, futottál 5 kört, aztán ezzel megvolt a felkészülés. Hát, tehát hogy építetted ezt föl így tematikailag ezt a hát a sajnos úgy nagyon szervezett felkészülés nem volt, mert egyébként vannak fent az interneten edzéstervek, de hát az család mellett, munka mellett azért nehezen kivitelezhető. Én is igazából ilyen 10 kilométereket futottam, majdnem minden alkalommal. Természetesen néha, hogyha idő engedte, akkor 15-20, illetve egy alkalommal a
31 kilométert is, amit így maratoni falnak mondanak, ha azt megcsinálja az ember, akkor már nagy esélye van, hogy tudja teljesíteni az egész távot. Tehát végül is inkább ezek a 10-15 kilométeres futások voltak a jellemzők. És ezeket hol futottad? Rendszerint Berekbe, a bereki kerékpárúton. Vagy kifutottam Berekig, és akkor édesapámmal jöttem haza, hozott haza, vagy pedig kifutottam valameddig, és utána vissza. Említetted a futópályát, mivel az valamilyen szinten terepfutópálya, szintkülönbségekkel, a versenyen pedig betonon futunk, ezért úgy gondoltam, hogy a bereki kerékpárút ott biztonságos is, ott jó lesz a felkészülés. Volt-e esetleg, aki segített a felkészülésed során? Ugye az ember, én is magamról tudom, hogy úgy megszereti csalni ezeket a dolgokat, tehát úgy egy picit lankad a figyelme, nem jó, elég lesz, most nem futok 30 percet, csak 25 percet futok. Tehát hogyan tudtad magad igazából magadban a lelkesedés szinten tartani? Isten igazából segítség a családomon túl. Tehát folyamatosan... voltak ott stopperral? Nem. Én felöltöztem, kimentem, futottam, jöttem haza, ennyi, tehát semmi. Mit szólt semmi a család az ötlethez? Ugye apa vagy, van két kislányod. Alapjában támogattak? Persze, támogattak. Ezért mondom, az idő az, amikor a családtól, tehát egy vasárnapi nap, vagy egy szombati nap, hogy ebéd előtt, ebéd után menjek ki egy másfél órát futni, tehát itt azért ez úgy kényes dolog volt, de természetesen támogattak. És például étkezés terén kellett-e valamit változtatnod, vagy csak ezt a mozgásformákat iktattad be a mindennapjaidba? Elsősorban mozgásforma beiktatása, táplálkozás, én úgy gondolom, eddig is egészségesen táplálkoztam, természetesen azért fehérje bevitelre odafigyeltem, illetve görcsölésekkel voltak problémáim, tehát kalcium, magnéziumot úgy jobban ráálltam, akár pezsgő tabletta, akár kapszula formájában. Azt mondják, hogy a betonon való futás megterheli a lábat. Igen, ettől én is féltem. Ahogy említettem, előtte nem futottam hosszú távokat, főleg nem betonon. Hál' Istennek nem volt problémám. Azt mondják, hogy a cipő rengeteget jelent, ezt én figyelembe vettem, és márkásabb, tényleg jó cipőt vettem. Ennek köszönhető-e, vagy a szervezetemnek, de hál' Istennek nem volt semmi gond. Utána, hogy elérkezett a verseny napja, az előtte való napokban, tehát a július 20-ai napokban, hogy érezted magad? Hát Isten igazából itt a időjárással volt probléma. Ez a nyarunk tényleg kánikulával megtűzdelt nyár volt, illetve a verseny hetén is Isten igazából egy kánikula riadón voltunk túl, egy kánikula sorozatnak az utolsó napján jártunk. Itt említeném meg egyébként, hogy az úszás az a gyékényesi bányatóban zajlott, vagy történt, ami átlag vízmérség talán ilyen 10 méter körüli, és ennek ellenére 29 fokosra felmelegedett, tehát 29 fokos vízbe úsztunk, ami tehát gyakorlatilag ez is egy akadály volt, az igen, időjárás igen. Is egy akadályt állított így van, elétek. Így van, párás, füllet meleg volt, mondjuk akik utoljára éltek be a célba éjfél körül, őket még egy áztató zápor is megtizedelte, tehát nem volt egy egyszerű versenynap. Beszéljünk akkor magáról a versenynapról. Hogyan érkeztél oda, hogyan kezdődött a verseny, mit kell róla tudnunk, hányan indultak? Előtte való nap érkeztünk, ott alvás, a 4 óra körül, ha jól emlékszem, Nagyatádon, igen, a 4 óra körül keltünk, mivel a 31-nehány kilométerre lévő gyékényesi tóhoz kellett még reggel elmenni a családdal, kocsival, kerékpárral. A verseny az 7:30 volt az ágyúdőrön, és tehát korán kelés. Azért az idegi állapot olyan volt, hogy reggelizni kellett volna, de nem igazán tudott az ember. Megérkeztünk, lepakolás, kerékpárok előkészítése a versenyre, és akkor utána a 601 nehány sportolótársal vártuk
ágyúdőrenést, hogy futhassunk be a vízbe, és elkezdődjön a verseny. És akkor 1 óra 39 perc alatt leúsztál 3,8 kilométert. Így van. Ez alatt volt-e valami nehézséged, mit éreztél? Ez egy kétkörös úszás volt. Hát Isten igazából a rajtnál ugyebár mindenki megindul, szinte habzott forrt a víz, sok rugást kapott mindenki, kaptam én is. Nem tudta az ember gyors úszás nemben úszon, mellúszásba. Valaki ezt választotta, valaki az, de ugyebár a mellúszásnál veszélyes, hogy megrugod a társat, kaptam én is rugást. Én a gyors úszást választottam, de az is nehézkes volt. Hát mondhatom azt, hogy az első kör majdhogy nem végére szakadt úgy szét a mezőny, hogy kényelmes saját tempóba tudott úszni az ember. Már az úszásnál egy picit éreztem sajnos, hogy görcsörget a lábam, de hál' Istennek a vízben nem volt gond. Ez inkább majd a futásra jött elő, de majd erről később. Utána ugye kiszálltatok a bányatóból gyakorlatilag, és akkor utána hogy történt az átállás? Egyből biciklire kellett pattani, vagy volt valami pihenőidő, ehettetek, ihattatok, picit regenerálódhattatok? Aki akart, az megteheti, de nem erről szól ez a verseny. Hát futás a kerékpárhoz, megtörölközés, átöltözés, és Isten igazából indulunk is. Utána lehetne nézni ilyen átlag 5-8, maximum 10 perces depózások szoktak lenni, de Isten igazából én is annyi volt, hogy átöltöztem, egy pár falat műzli szeletet, folyadékot ittam, és akkor utána irány a kerékpár. Amellyel 180 kilométert 7 óra alatt sikerült. Így van. Letekerni, ez úton volt, földúton, milyen viszonyok között rendes teljesíteni? Rendes közúton, illetve egy olyan 50-60 kilométeres szakasz, ami talán mintha ilyen nemzeti park szerű részen, tavak, fás, dombos részen, teljesen szép körülmények között. Itt közúti forgalom nem volt, de az utolsó 90, talán 90 kilométert, ilyen három körből álló 90 kilométert kellett teljesíteni, az rendes közúton, igaz, el volt kerítve a forgalomtól, talán néha menetrend szerint közlekedő autóbuszok kerülgettek minket, de végülis lezárt területen, rendes közúton zajlott. Ezt hogy érezted, ezt a 180 kilométert? Volt esetleg olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy inkább leszállok a bicikliről, tolom? Hál' Istennek nem. Féltem tőle elsősorban az üléstől. Tehát itt azért 7 óra hossz alatt egy kis nyergen ülni nem egy kellemes dolog. Annak idején, amikor felkészültem, akkor emlékszem, új nyerget vettem. Azt hittem, hogy hű, de nagyon jó lesz. És egy kumadarasi áttekerés során már bereknél hazafelé jövet, hát erőteljesen fájt a fenekem, tehát itt azért rágondolkodható lesz, hogy ha egy 30-35 kilométeres út során már megfájdul, akkor mi lesz 180 kilométeren, de hál' Istennek a felkészülés során hozzászoktam. Egyébként ezt mondták is sportársak, hogy nem lesz ezzel gond, hozzá lehet szokni, és hál' Istennek így is lett. És amikor letekertétek a 180 kilométert, akkor ismét volt egy váltás? Így van, szintén öltözés, át futóruhába. Itt annyit megtettem, hogy ilyen hűsítőkrémmel bekentem a combomat, lábamat, vádlimat. Ez volt a legkritikusabb, féltem a futástól. Ez is igazából sajnos be is bizonyosodott, mert hát körülbelül harmadik kör, 8 kört kellett összesen futni, és a harmadik körben egy erőteljes izomgörcs jött a lábamba. Itt bele is kellett sétálnom a versenybe, de hál' Istennek feladni
nem kellett. Ott úgy kicsit úgy nejem is mondta, látta az arcomon a verseny után, látta az arcomon, hogy ott hú, krízis helyzet van, de hál' Istennek átvészeltem, utána tudtam folytatni a futást, és 5 óra 37 perc alatt teljesítettem is. De 5 órát tippeltem magamnak, ez valószínű a Görcsnek tudható be, ez a majd 40 perces. Itt ezen a tablón, amit hoztál nekünk, a célba érkezésed pillanata van megörökítve. Itt látszik, hogy már este volt, a két kislányod fogja a kezed a célnál. Milyen érzés volt, hogy végül is teljesítetted ezt a távot? Hát nagy büszkeség, főleg itt élnek, hogy a két lányommal kézen fogva futhattam be a célba, a célon. Természetesen könyvbelávadt szemmel próbálkozik ilyenkor az ember bármit is mondani, megtenni. Tényleg. Igazából ugye amikor, tehát nem mindenki fut, tehát 42 kilométert szerintem maradjunk annyiba, hogy nem sokan futnának le karcagról sem, de amikor mondjuk nézünk egy ilyen maratoni közvetítést a tévébe, úgy mindig szembetűnő, hogy többen vannak, akik mondjuk úgy futják le ezt, hogy beesnek a célba, tehát szó szerint beesnek, föladják, tehát összerogynak. Ezt hogy lehetett teljesíteni szerinted? Mi kellett ahhoz, hogy te 14 óra 45 percen keresztül fuss, biciklizz, úsz? Hát erre azt mondják, hogy fejben dől el, tehát fejben kell, persze testi, fizikális adottság is kell hozzá, de elsősorban fejben. Fejben dől el, úgy, ahogy említettem, a sportásom is mondta, hogy ő ezt szeretné megcsinálni, és utána mégsem. Tehát ez nagy részt fejben dől el. Egyetlen egy pillanat nem volt, amikor azt mondtad, hogy föladod? Föladás nem. Itt a izomgörcsnél, a futásnál úgy bepánikoltam, de Isten igazából attól féltem, hogy kizárják az embert, nem érek be a célba, idejébe, de ahogy úgy számolgattam, rájöttem, hogy akármi is történik, ha nem állok meg, akkor a szintidő alatt bőven be tudok élni. Voltak ki egyébként kiállt a versenyből? Voltak. Utána néztem, mondjuk azóta már elfelejtettem, hogy hány ember, hogy mind, de sajnos voltak, meg egyébként láttunk is nem egy sportolót, akiket orvosok gyúrtak, hallottunk olyat is, hogy futás közben beájult az árokba, tehát voltak sajnos, de nem jellemző. Mondták is a verseny előtt, hogy aki erre felkészül, akkor az valószínű meg is tudja csinálni. És végül 535-ként célba is értél. Mit szólt a család? Milyen volt a hangulat a verseny után? Hát természetesen büszkék voltak rám, illetve voltam én is magamra. És azt tényleg nem is említettem, hogy akit 2012-ben említettem, főiskolástársam, ő is eljött velem, tehát másodszorára teljesítette ő is, és ő is nagyon büszke volt, hogy a Ironmanek csapatába tudhat engem is. Te ugye itt Karcagon egy iskolába tanítasz, a tanítványok az iskolában, illetve a nevelőtestület mit szólt mindehez? Vagy nekik sem árultad el, mint ahogy nem kérkedsz ezzel az eredménnyel? De persze tudtak róla, ők is nagyon büszkék voltak, illetve támogattak a felkészülések során, hisz ha tudtam, a sórákba, még ha csak egy 10 kilométerre is el tudtam menni futni, vagy éppen kerékpározni, ha engedte időm. Most ugye megvan ez a teljesítmény, van-e esetleg újabb cél? Te töröd-e azon a fejed, hogy még egyszer ezt teljesíted, vagy ez olyan, hogy ezt ha egyszer teljesíti az ember, akkor még egyszer nem vágyik rá? Hát azt mondanám, hogy megcsináltam, és Isten igazából ez a teteje ennek a versenynek, de egyébként aki részt vesz ezen, az akkor a rákövetkező évben különböző kedvezményekben részesül, és úgy voltam vele, hogy a még egyszer rá egy évre nem csinálom meg, de a fél Ironman-t, ami Kaposváron lesz majd nyáron, arra mindenféleképpen elmegyek,
arra már hál' Istennek, hogy időben sokat készülni nem kell, de ezt mindenféleképpen szeretném. Aztán, hogy még egyszer megcsinálom-e, ez majd kiderül. Mit ajánlasz azoknak, vagy milyen tanácsot, útravalót tudsz azoknak adni, akik esetleg gondolkoznak egy ilyen versenyen, vagy egy ilyen teljesítmény elérésén? Hát mindenféleképpen rengeteg felkészülés, illetve tényleg itt fejben, tehát nem szabad feledni. Ahogy hallottam mostanában egy nagyon okos mondást, hogy tehát nem a kifogásokat, hanem a kihívásokat kell keresni. Találj újabb kihívásokat magadnak az életedben. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és gratulálunk szívből ehhez a teljesítményhez. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket a megszokott csatornákon, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.